Nem csak a falu apraja nagyja, a környék és messze távol lakói is részt vettek az adományból épült olaszliszkai görög katolikus templom felszentelésén. A helyiekben több mint 10 éve fogalmazódott meg, hogy szükség lenne egy templomra. Adománygyűjtésbe kezdtek, majd helyi sárospataki és más támogatók jóvoltából elkészülhetett az új templom és az új harang is, amelyeket Atanáz és Fülöp püspök szenteltek föl. Uram, irgalmas! A mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Ezen szent hajlékért, s mindazokért, ki kire hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Isten szerető Atanáz és Fülöp püspökénkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segítő papságért, az egész egyházi rendért és a népért, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Ezen községért, minden városért, községért és vidékért, az azokban lakó hívekért, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért és békességes időkért, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Hogy szent nevének dicsőségére áldja meg e harangokat az mennyei áldásával, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Töltse meg malasztjával, hogy mindnyájan, kik szavának zengzetét nappal vagy éjjel hallják, az ő szent nevének dicséretére ébresztessenek, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Hogy e harangok meggondolására csillapuljon és szűnjék meg a szélvész, fergeteg, mennydörgés és villámlás, zápor és jégeső és minden veszélyes égi háború, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Hogy minden a hívek szívében, kik e harangok szavának zengését hallani fogják, hiúsítsa meg a láthatatlan ellenség kísértéseinek és ármánykodásainak minden hatását, és az ő parancsolatainak megőrzésére serkentse őket, könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmas! Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Oltalmazd, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irgalmas! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királyénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most is, mindenkor és örökkön örökké. Amen. Könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Úristenünk, ki azt akarod, hogy híveid mindenkor imádjanak és dicsőítsenek téged, már az Ószövetségben megparancsolád szolgádnak a törvényhozó Mózesnek, hogy ezüstből vert két harsonát készítsen, s azokat az áldozatok bemutatása előtt Áron fiaival fúvassa meg, hogy a te néped hallván a trombiták harsogását, imádásodra és áldozathozatalra egyre gyülekezzék, háború esetén pedig az ellenség megrohanására fegyverkezzé. Most is legszentebb uralkodó,
Tekints kegyelmesen a te méltatlan szolgáid buzgó könyörgésére, és e harangot, mely egyházad szolgálatára, és felséges, legszentebb és imádandó neved dicsőségére készül, mennyei szent áldásoddal, és mindeneket megszentelő lelked malasztjával áld meg és szenteld meg, és öntsd bele kegyelmed erejét, hogy a te hív szolgáid, hallván annak csengését, áhítadban és hitben erősödjenek, és a sátáni kísértéseknek hősiesen ellenálljanak, s azokat imádságaikkal, s a te neved mindenkori dicséretével legyőzzék, és e harangok által, mint engedelmes hívek úgy nappal, mint éjjel, imádkozás és szent neved magasztalása véget a templomba vezéreltessenek. Szavának zengésére csillapuljanak, csendesedjenek és szűnjenek a romboló szélvészek, orkánok, jégesők, a rémítő mennydörgések, villámcsapások, s minden vészhozó légáramlatok. Mert te, Urunk, Istenünk, saját dicsőségedre és a benned hívők üdvösségére nem csak értelmes és lelkes teremtményeik közvetítésével, hanem az érzéketlen anyag által is, ami nő volt Mózes veszélye és a részkígyó a pusztában, tetszésed szerint hozol létre dicső dolgokat, és művelsz csodákat, révén előtted minden lehetséges, és semmi sem lehetetlen. Ezért dicsőítünk téged, Atya és Fiú és Szentlélek, most is, mindenkor és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. És a szemekedben. Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. Csattogása, a jégeső és a levegőnek minden vészes vegyülése, leghatalmasabb és legerősebb jobbod által megfékezve csillapuljon, csendesedjék és eloszoljék, mert te saját dicsőségedre, s ami hasznunkra és üdvösségünkre közvetett tényezők által intézel mindeneket. Ki a könyörület és üdvösség Istene vagy, s téged dicsőítünk kezdet nélküli Atya, egyszülött fiaddal, s legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökköd örökké. Megáldatik és megszenteltetik ez a harang, a szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Megáldatik és megszenteltetik ez a harang, a szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
Szent Háromság dicsőségére. Amen. Isten figyelmes segítségemre, Uram, siess segítségemre, szégyenüljenek meg, és vajonak gyalázatok, kik lelkemet keresik, térjenek hátra, és kirújjanak meg, kik rosszat akarnak nekem, térjenek hátra, mindjárt megkirúlhatik, azt mondják nekem, úgy kell, örvendezzenek, és higadjanak te bennem, mindnyájan, kik téged keresnek. Mondják mindenkor, kik szeretik szabadításodat, magasztaltassék az Úr. Én pedig szűkölködő és szegény vagyok, Isten segíts meg engem. Én segítőm és szabadítom vagy te, Uram, Uram, ne késsél. Bölcsesség! Szakkönyvének orvosása! Figyelmező! Így túl az Úr Mózeshez, készíts magadnak két ezüstbőrzre trombitát, hogy egybe hívhass velük a közösséget, amikor el kell indítani a tábor. Ha mindkét trombitát megfúvhatod, jöjjenek egybe hozzád az egész közösség a szövetség sátának ajtajához. Ha pedig egyet fúvhatsz, jöjjenek hozzád a fejedelmek, Izrael közösségének fejei. Ha hosszú szaggatott hang harson, indítsák el a tábort az elsők, azok, akik fekelet felé vannak, a trombita második szavára, ugyanilyen harsongására szedjék fel sátraikat azok, akik dél felé tartózkodnak, eképpen tegyenek a többiek is. Ha indulni kell, harsongjanak a trombiták, ha pedig egybe kell gyűjteni a népet, egy huzamban zengjenek a trombiták, s ne szaggatottan harsongjanak. Áron fiai a papok fújják a trombitákat, örök rendtartás legyen ez nemzedékről nemzedékre közöttetek. Ha hadba mentek, földetekről az ellenség ellen, amely vadakozik ellenetek. Harsongtassátok ezeket a trombitákat, és megemlékezik rólatok az Úr, a ti istenetek is megszabadultok ellenségétek kezéből. Ha áldozati napom álltok, ünnep napotok, vagy a hóeső napja van, fújjátok meg ezeket a trombitákat egészen elégű és béke áldozatok mellett, hogy megemlékezzék rólatok istenetek. Én az Úr vagyok az istenetek. Édesség néked, bölcsesség figyelmezzünk. Mikor a föl és a többi elmek védkei miatt fölnyeljett a norgottól megvédülnek, és így jáború által most romoltatnak, akkor Uram elharangnak, mint hajnak Mózes ezüst harsonáinak hangja hallván, tekints egyes szemek erre áll, és felhevülésen benne fenyíts bennünket, hanem könyörületed szerint szállj meg, s a lesújtó megtorlástól szabadíts meg minket, mint egyetlen érmalmas. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökké. Amen. Uram, ki kezdetben közvetlenül minden magad alkottál, most te
pedig közvetett tényezők által működsz, e felszentelt harang szavával, űz ki hívei szívből minden csüngedést és lenyelséget, félelmedet pedig az ájtatossággal együtt, ültesd belük és tedd őket erőd által az imára seményeké, s a jó cselekedetekre gyorsakká, fogd meg bennünket az ellenség minden gonosz szándékától, és mint irgalmas, az égi háború veszélyeitől sértetlenül őrizd meg minket, az Isten szülő és minden szentei imádságai által. Dicsőség néked, Istenünk! Dicsőség néked! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, adj áldást, Uram! Halottaiból föltámadt Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a tisztességdicső proféta és előhírnök keresztelő Jánosnak, akinek születése emlékét ma fényesen ünnepeljük, és minden szentjeinek eserezése által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Amen. Tekint szolgáinkra, imádságaira, ó szeplő terem, engedj gyökrű szenvedéseinket, s minden aggódástól szabadíts meg minket, mert te aranyi egyedülünk, szilárd és biztos erősségünk, üdvözíts királyunk mindnyájunk segítője, örömes védelme és lelkünk üdvössége. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmas! Mindenható, örökkévaló Isten, ki az eget, földet, tengert és az egész látható és láthatatlan világot igéd által semmiből megteremtetted, és megparancsoltad, hogy az emberek és a föld állatainak használatára füvet és fát sarjadjanak, és gyümölcsöt teremjenek. Ki kifejezhetetlen kegyességet folytán úgy rendelkeztél, hogy a növények ne csak az állatok táplálására szolgáljanak, hanem a beteg test gyógyítására is. Elménkkel és szavainkkal téged kérünk, kegyeskedjél-e meg különböző fajtájú füveket és virágokat jóságoddal megáldani, és rajtuk isteni erőddel új áldások kegyelmeit árasztani, hogy a betegségek és veszedelmek ellenében embernek és állatnak hatható gyógyszerekül szolgáljanak. Mert te vagy a mi Istenünk, és neked dicsőt és zengünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak, és a te hajtsátok meg az Úrnak. És ember szerető Isten vagy, téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, örökké.
Amen. A mindenható Istennek, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon a növényekre. Maradjon azokon most és mindenkor, és örökkön örökké. Istenünk öröktől fogva, most is, mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked. Mennyei király, míg asztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is, mindenkor is, örökké, amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szentekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is, mindenkor is, örökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most is, mindenkor és örökkön örökké. Amen. Téged Krisztus eljövetelének prófétája és hírnöke, mi a Te tisztelőid, méltóan magasztalni képesek nem vagyunk, mert a Te dicső születésed által feloldatott az Anya magtalansága, és az Atyának nyilvánossága, s hirdetetik a világon, az Isten fiának megtestesülését. Kapuitokat, emelkedjetek föl örök ajtók, hogy bemenjen a dicsőség királya. Könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak adja,
ki áldott legyen mindörökké, ki testének leplében számunkra az első szülöttek egyházát alapította, hogy az a hozzá csatlakozóknak a mennyekbe való bemenetelére szolgáljon, hol az ünneplők hangja és az öröm szózata hangzik. Magad ember szerető uralkodónk, tekints le ránk bűnös és méltatlan szolgáidra, kik a te szent nevedben való fölszentelését ünnepeljük tisztes oltáraidnak, a te legszentebb egyházadnak képében, mely ugyanazon testünkből való, melyet te a fölötte dicséretes Pál apostol által saját templomodnak és Krisztus tagjának nevezni méltattál. Szenteld meg ezt és erősítsd meg mind a többit is az idők végezetéig, hogy megingathatatlanok és előtted dicsőségesek legyenek. Méltass minket, mindnyájunkat, hogy a te dicsőségednek folytonosan dicséretekkel és magasztalásokkal áldozzunk, a te egyszülött fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak és szent lelkednek, teljes öntudattal és összes érzékeinkkel, és hogy akik a te félelmedben előtted itt leborulunk, hogy a te isteni kegyelmedért esedezzünk, mindazoknak imái előtted kedvesen fogadottak legyenek, akár önmagunkért, akár összes népeidért mutatjuk be azokat. Úristenünk, ki a mennyekben az angyalok és arkangyalok rendjeit és seregeit a te dicsőséged szolgálatára rendelted, add, hogy a mi bemenetünk legyen a szent angyalok is, kik velünk együtt neked szolgálnak, mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökkön örökké. A seregek ura, ő a dicsőség királya. Thank you.
közelíthetetlen fény. Vezéreld lépteinket parancsolataid ösvényére, szeplőtelen anyád és összes szentjeid imádj által. Kezdettől önmaguk látták, és szolgái voltak az igének,
Tetszett nekem is, ki elejétől mindennek szorgalmasan végére jártam, neked rendszerint írnom, jó Teofil, hogy megértsed azon igéknek igazságát, melyekre tanítottál. Vala Heródesnek, Júdea királyának napjaiban egy Zakariás nevű pap, Abia osztályából, kinek felesége Áron leányai közül vala, és Erzsébetnek nevezteték. Isten előtt pedig mindketten igazak valának, járván az Úrnak minden parancsaiban és igazságaiban fethetetlenül, és nem vala nekik fiúk azért, hogy Erzsébet magtalan volt, és mindketten előhaladtak napjaikban. Lőn pedig, mikor a papságnak rendje szerint eljárna az ő tisztének dolgában az Isten előtt, a papság szokása szerint reá esvén a sors, hogy jó illat szert gyújtson, beméne az Úr templomába, és az egész népsokaság kívül imádkozik vala a füstölés órájában. Megjelenik pedig neki az Úr angyala állván a jó illatszer oltárának jobbja felül, és Zakariás látván ezt megháborodik, és félelem szállá meg ő. Mondá pedig neki az angyal, ne félj Zakariás, mert meghallgattatott könyörgésed, és Erzsébet a te feleséged fiat szül neked, és az ő nevét Jánosnak fogod hívni. És öröme és vigasságod leszed, és sokan örülnek majd az ő születésén, mert nagy leszen az Úr előtt, bort és részegítőt nem iszik, és szent lélekkel betelik, míg anyja méhétől. És Izrael fiai közül sokat térít majd urukhoz, Istenükhöz, és ő Illés lelkével és erejével fog járni előtte, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és a hitetleneket az igazak okosságára, az Úrnak tökéletes népet készítenő. És mondá Zakariás az angyalnak, honnét tudjam ezt, mert én vén vagyok, és feleségem is előhaladt napjaiban. És felelvén az angyal mondá neki, én vagyok Gábriel, ki az Isten színe előtt állok, és hozzád küldettem, hogy neked szóljak, és ezeket örömül hirdessem. És íme megnémulsz, és nem fogsz szólhatni aznapi, melyben ezek meglesznek, azért, hogy nem hittél igéimnek, melyek beteljesednek annak idején. És a nép várja vala Zakariást, és csodálkozának, hogy késik a templomban, kimenvén pedig nem szólhat a nekik, és megérti, hogy látomása volt a templomban, és ő intenekik is némán marad. És lőn, midőn elteltek az ő tisztének napjai házába visszaméne, e napok után pedig méhében fogana Erzsébet az ő felesége, és elrejti magát 5 hónapig mondván, így cselekedett velem az Úr a ma napokban, melyekben reám tekintem, hogy elvegye gyalázatomat az emberek közül. Azonban Erzsébet szülésének ideje elérkezik, és fiat szület, és meghallák szomszédai és rokonai, hogy az Úr kitüntette irgalmát ő rajta, és örvendeznek vala neki. És lőn 8. napon eljövének körülmetélni a gyermeket, és hívák őt atya nevén Zakariásnak. És felelvén anyja mondá, semmiképpen sem, hanem Jánosnak fog hivatni. És mondák neki, hisz senki sincs rokonságodban, ki ilyen néven hivatnék. Intének pedig atyának, kinek akarja őt neveztetni, és jegyzőtáblát kérvén írom mondván, János az ő neve. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Apoteózis. Átistenülés, átlényegülés az, amelynek ma
drága testvéreim, tanúi és részesei vagyunk. Itt ezen a településen én is már többször jártam, ezen az úton többször átmentem. Miklós atya többször mutatta nekem, hogy az alapoktól kezdve hogyan épült föl ez az épület. Hogyan zárult rá a kupola, és aztán még a végső simításokkal hogyan készült el, hogy átadhassuk az Isten birodalmának. Itt ez a régi, egyszerű telep, amely egy volt a többi közül, ma átisten. Kiszakad a térből, és a világból fölemelkedik az Isten világába. A hosszú szertartás során előbb az oltárt szenteltük föl, és vált az Isten trónusává. Egy egyszerű faláda, egy egyszerű asztalos ember munkája, amely íme az isteni áldozat bemutatás színhelyévé válik. Golgotává, az utolsó vacsora termévé, isteni trónussá, amelyen maga az Isten ül trónszéken. Majd pedig az oltártól körbejártunk, és az olajkenettel, a szentelt vízzel megszenteltük a falakat, az imádsággal átalakítottuk ezt az épületet. Ha ma ezen a hosszú szertartáson itt nem vennénk részt, akkor ez a szépen megépült épület ugyanolyan lenne, mint egy a többi közül. De az imádság által, a püspöki jelenlét, a papság és az egész egyház imádsága által ma ez a tér kiszakad a világból. És átistenünk, aki ettől kezdve a mai naptól fogva belép ebbe a helyiségbe, az Isten országába lép be. Aki közeledik ehhez az asztalhoz, amely korábban néhány órával ezelőtt egy közönséges tárgy volt, az az Isten trónusához közeledik. Értjük, testvéreim, hogy minek vagyunk ma részesei, hogy mire való ez a hosszú, talán fárasztónak tűnő, sok helyén érthetetlen szertartás. Ma, amikor eljöttünk ide, akkor az életünkből is egy időszakot kiszakítottunk, ma nem máshová mentünk kirándulni vagy vásárolni, eljöttünk, hogy ezen a hosszú szertartáson részt vegyünk, és az életünknek ez a mai szakasz, ez a néhány óra, amelyet itt Olasz Liszkán a templom terében kívül és belül eltöltünk, ez is átistenünk. Az életünknek ez a mai része mindnyájunk számára emlékezetessé lesz. Mert az Isten országából, az Isten erejéből részesülünk ma. És ma valami fontos dolog változott meg, nem csak Olasz Liszka község életében, nem is csak a görögkatolikus egyház életében, hanem az egész világon. Ma újabb területet, újabb teret adunk át az Istennek. Szeretnénk, hogyha az egész világ templom lenne, hogyha az egész világ az Istennek az országa lehetne. És erre törekszünk, ezt valósítja meg maga Krisztus második eljövetelével, amikor a beteljesült idő véglegessé válik. Most még csak tükör által homályosan és részleteiben és töredékeiben ismerjük föl ezen a világon az Isten országát. De egy tükör cseré az égi világosságból, az égi fényből ma itt leszállt a földre. És itt marad. Ez a tér most már nem lesz a világnak a tere. Ez a tér most már nem csak az imádságnak a színhelye lesz, a gyülekezésnek a helye, ahol összejöhetünk, ahol nem fúj bennünket a szél, ahol nem ázunk, hogyha esne az eső. Mától fogva le van foglalva ez a terület, ez a tér.
és mindig ebből a térből merítünk majd erőt, amikor bejövünk ebbe a templomba. Mindig az Isten oltárához közeledünk, amikor belépve közelítünk az ikonosztáz és a szentély felé. Értjük, hogy mennyire átalakítja nem csak Olasz Miszkát, nem csak a görögkatolikus egyházunkat, nem csak a világot, hanem bennünket is. Akik részesei voltunk, vagyunk ma ennek a szertartásnak, és akik a mai naptól meghívást kapunk arra, hogy jöjjünk el ebbe a templomba, az Istennek a házába. Hogy vendégül lásson bennünket az mennyei lakomán. Hív bennünket ez az ajtó, hív bennünket a kupola, hív bennünket a templomnak az épülete messziről, hogy közeledjünk az Istenhöz. És nem csak a teret alakította át a mai imádság, hanem bennünket is. Attól függően, hogy mennyire nyitjuk ki a szívünk kapuját, ahogy kitárulnak ennek a templomnak az ajtajai. Úgy kell, hogy mi is megnyissuk a szívünk ajtaját, hogy a szívünk is átalakuljon. Ó, mennyire megváltozna az életem, a szívem apoteózisa, a szívem átistenülése révén. Hogyha a szívem nem csak olykor-olykor egy-egy rendkívüli püspöki szertartásra, vagy egy-egy vasárnapi liturgiára alakulna át, és szakadna ki a hétköznapi életemből egy kicsin rész, amelyet az Istennek adott. Hanem szívem, lelkem mélyéből odaadhatnám az egész életemet az Istennek. Foglalja le, vegyen lakást bennem, alakítsa át. Nem tudjátok, hogy a Szentlélek temploma vagy. Isten megadta nekünk ezt az ajándékot, és tőlünk függ, rajtunk múlik, hogy ez valóságossá válik-e, hogy az egész életemre kihat-e, hogy Krisztus második eljövetele érvényessé válik, megjelenik-e már az életemben. Így alakítja át az Isten az életünket, az oltár, a templom, átalakítása révén. És azért abban bízom, hogy nem csak most ennek a négyszögletű területnek, ennek a kupolával ellátott térnek az átalakulása történik meg. Hiszen reményeink szerint majd máskor is sokan eljönnek ide ebbe a templomba imádkozni. Hogy az Istennek a kegyelméből, az Istennek az erejéből részesüljenek, hogy átistenüljenek. És amikor kilépnek a templomból, akkor ezt a teret, ezt az erőt viszik tovább. Tágulni fog az a kegyelem áradat, amelynek a mai napon részesei vagyunk, és amely lefoglalja ma ezt a templomot. Azért is imádkozzunk. Hálaadásképpen, hogy ma az Isten nekünk adta országának egy ilyen gyönyörű darabját, imádkozzunk, hogy mindazok, akik ebbe a templomba járnak, a közösség tagjai, vagy bárhonnan máshonnan jönnek, azok ebből a térből, ebből az erőből vigyenek messzire, mások felé is. Ez már a mi életünknek, ennek a közösségnek, ennek a görög katolikus egyháznak az átalakulása lesz, amely nem csak ajándék, hanem feladat, meghívás mindnyájunk számára. Ez a templom keresztelő Szent János tiszteletére szentelődött fel. Ő lesz a védőszentje, egészen különleges ajándék az, hogy keresztelő Szent János erekéjét helyezhettük el itt az oltárban. Itt marad keresztelő Szent Jánosnak a földi maradványa, és mint egy összeköti az égi szenttel, a megdicsőült keresztelővel, a próféta előhírnökkel. Az erekék összekötik az földet és az eget. És ugyanígy az erekje, amelyet maga az oltár foglal magába, amelyet maga ez a templom ülel át,
az Isten országával közvetlen kapcsolatot létesít mindnyájunk számára. Keresztelő Szent János magát így jellemezte, én vagyok a pusztába kiáltó szó. De sokszor rosszul értelmezzük, úgy gondoljuk, hogy a pusztába kiáltó szó az egyenlő lenne a falrahány borsóval, amely hiába hangzik el, amelyet nem hall meg senki. Nem. Keresztelő Szent János kiment a pusztába, ahol talán senki nem tartózkodott rajta kívül, remete életet élt. De az isteni szózatot a pusztába kiáltotta, s tömegek mentek oda hozzá, mert ez az isteni szó volt. Igen, legyen ez a templom a pusztába kiáltó szó. Függetlenül attól, hogy ma mit látunk magunk körül, mennyire jámborok az emberek, mennyire istenfélő a társadalom, éppen ennek ellenkezőjét tapasztaljuk. Fájdalom van, igen. De legyen ez a templom bátor, kiáltó szó, amely átalakítja a pusztát, amely a pusztán keresztül is eljuttatja az isteni üzenetet. Ez már azonban nem csak a falaknak a feladata lesz, hanem mindazoknak, akik sajátjuknak mondhatják ezt a templomot, akik ide jönnek imádkozni, akik közelednek a erekével is gazdagított oltárhoz, akik részesülnek az Isten trónusán keresztül az Isten életéből, akik megkapják a kegyelmet, hogy az életük átalakuljon, átistenüljön. Legyünk mindnyájan pusztába kiáltó szó. Legyünk mindnyájan próféták, keresztelő Szent Jánosnak nem csak a példáját követve, hanem erejéből merítve. És akkor ez a mai csodálatos, hosszú, nehéznek tűnő, bonyolult szertartás átalakította a mi életünket is, nem csak ezt a teret, és apostollá, prófétává, ige hirdetővé alakít át mindnyájunkat. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mondjuk mindnyájan, teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk, Uram, hallgass meg minket és könyörülj!